Több mint 1000 adag babgulyással és lapcsánkával látta vendégül a horvátországi földrengés sújtotta területen élőket és az ott segítő önkénteseket a Nyírségi Ízkirályok Egyesületének 4 tagja. Hogy milyen felkészülést igényelt az akció, és voltak-e veszélyben az utórengések miatt, arról is kérdezzük vendégeinket. Előbb azonban jöjjön a teljes tartalomjegyzék. Köszöntöm Önöket! Változások az adózásban, az SZI, az ÁFA és az iparűzési adó terén is vannak újdonságok. Egészség és gazdaságvédelem az 5-ös számú választókerületben is átrendezte a prioritásokat a járvány. Segítség Horvátországban, a földrengés sújtotta területen főztek nyíregyházi mesterszakácsok. Az év elejével változott több munkáltatói járulék, amelyek mások mellett a CSED-et és az egészségügyi járulékot érintik. Fontos változás az is, hogy az adózók számára egyszerűsödött a helyi iparűzési adó bevallási rendje azáltal, hogy az adóalanyok immár nem az önkormányzati, hanem kizárólag az állami adóhatósághoz kötelesek benyújtani helyi iparűzési adóbevallásukat. Ezeken kívül is számos adózást érintő változás lépett életbe. Ezekben segít eligazodni mai szakértőnk, dr. Kvanci József, egyetemi docens, könyvvizsgáló. Jó estét kívánok, köszönöm. Jó estét kívánok. Kezdjük talán azzal, hogy ezeknek a változásoknak mi a célja, milyen koncepció vezérelte a rendeletalkotókat, amikor ezeket meghozták. Ugye 1988. január 1-től van Magyarországon adórendszerünk, immár 33 éve. Minden évben ugye év végével, novemberben, decemberben a karácsonyfánk alá érkezik az új adórendszer. Megnéztem az első adótörvényt, az eszélyát, akkor még az 66 paragrafusból állt, most a legújabb már közel 300 paragrafust tartalmaz magába, sokkal vaskosabb, sokkal szélesebb. Ugye minden évben az adótörvények az évvégi változásokba azokat az aktuál politikai eseményeket, illetve társadalmi változásokat építik bele, amelyek fontosak ahhoz, hogy a gazdaság működjön, illetve a munkavállalóknak és a munkáltatóknak ez kedvezőbb legyen. Alapvetően a 2020-ról 2021-re a változásoknak a legfontosabb iránya az az volt, hogy folyamatosan tolódik el az adóteher a jövedelmekről a fogyasztásra, vagyis a fogyasztásokat terheli inkább nagyobb adókulcs, mint a jövedelmet. Menjük akkor tételesen végig, és kezdjük talán a személyi jövedelemadóval, ez az, ami a legszélesebb rétegeket érinti. Miben változott most ez? Ugye van egy terv, hogy egyszer hasonlóan a társasági adó kulcsához egy számjegyű lesz, ugye a társasági adó kulcs az jelenleg 9%-os, az SZIA az most 15%-os. A személyi jövedelemadó vonatkozásában a legnagyobb változása, mondhatjuk így, az a kafetéria elemekbe történtek, illetve bizonyos kafetéria elemek adómentessé váltak. Ugye a kafetéria, ez a béren kívüli juttatás, hétköznapi nevén ezt így szoktuk mondani, annak az adómentes köre az kibővült a járványhelyzetre való tekintettel az úgynevezett adómentesen adható elemekkel, például az ilyen hogy tesztelésekkel, a különböző vizsgálatok, és ha ezeket átvállalja a munkáltató, akkor ezek adómentesen adhatók. A másik nagy elem a kedvezményesen adózó kafetéria elem, ezek között a szép kártya volt, eddig volt egy ilyen határ, ez 400 ezer forint, ez megduplázódott, és jelenleg 800 ezer forintig lehet kedvezményes adóval adni, ez a kedvezményes adókulcs, ez a 15%-os, és további elemeket tettek bele az adókulcs a kafetéria elemeik közé. Mi a helyzet az ÁFA-val? Hát az ÁFA az egy nagyon érdekes dolog. Magyarországon a legnagyobb adóbevétel az ÁFA. Ha egy számadatot mondanék, ez 5000 milliárd forint. Ez körülbelül nagyságrendet tennék, Magyarország legnagyobb cégétvel megegyező árbevételt produkál, tehát az ÁFA az egy kínos, kényes terület. Már évközben is változott, hiszen ne felejtsük el, a kiszállításos ételeknek az ÁFA-ját ugye lecsökkentették, de a legnagyobb változás az ÁFA vonatkozásában messze el kell mondanunk, az, hogy az új lakások építése ismételten egy két éves szabályban, tehát 2021. január 1 és 2022. december 31-e, de hogyha építési engedélyt megkapjuk, akkor 2026-ig 5%-os áfa kulccsal fog adózni. Az áfa bevallásával is van most valamilyen változás? Igen, azért az jól érzékelhető, hogy ez az elektronizálás, ez egyre jobban
tolódik el, mindennapi életünknek részévé válik. 2013-ban érkezik az első elektronikus online-nal kapcsolatos adatszolgáltatások, 15-től már online pénztárgép működik, már a múlt évtől, pontosabban 2019-től elektronikus számlázás indult el, és 2021. január 1-ével, pontosabban január 4-től, tehát ez egy kicsit háromnapos csúszásban volt, minden egyes vállalatnak, vállalkozásnak online-ban számláznia kell. Na most ezt miért mondtam el? Eddig az a legfontosabb sajátossága, hogy 2020-ban ugye online, tehát akik áfaalanyok voltak, azok folyamatosan jelentési kötelezettséggel terhelték őket. 2021-től most már mindenkit, áfaalanyokat, nem áfaalanyokat is egységesen tehát az online adatszolgáltatás terheli. És az áfa bevallásoknál a NAV most már el fogja készíteni a tervezett áfa bevallást, és hogyha az adózó ezt jónak tartja, megfelelőnek, akkor egyszerűen csak jóvá hagyja, és nem kell külön önálló áfa bevallást készíteni. Tehát ez az új nagy változás. Ezzel át is tértünk a vállalkozásokra, és a vállalkozások széles köre viszont katázik. Ezzel is nagyon komoly változások történtek január 1-től. Igen. Ha most visszanéznénk az elmúlt mondjuk negyedévet, fél évet, akkor elég sok viharfelhő gyűlt a katásoknál, hogy lesz-e kata, hogy lesz kata, bejelentés és így tovább. Ugye ez egy nagyon népszerű adó, hiszen 390 ezeren vállalták ezt a kata rendszer szerinti adózást, ugye mindenki tudja, vagy egy 25 ezres adóval adózik, vagy egy 50 ezresre, vagy pedig egy emeltel 70 ezer forintos adóval. Na most mi történt? Azt tudni kell, hogy a kata az három adónevet vált ki. Kiváltja a társasági adót, ugye az jelenleg 9%-os, kiváltja a társadalombiztosítási hozzájárulást és a szakképzési hozzájárulást. A kata vonatkozásában annyit el kell mondanom a jelenlévőknek, hogy a kata az jelenleg egy határnál húzták meg, ez 3 millió forint, és azt mondja ki az új jogszabály január 1-től, hogy egy kifizetőnél egy adott adóévben 3 millió forintot nem haladhatja meg, ha meghaladja, akkor egy ilyen büntető adóval sújtja, ez 40%-os. Ez a kifizetőt terheli, és a kifizetőnek kell a 3 millió forint feletti részt 40%-os adót megállapítani és befizetnie. Amúgy a katának a értékhatára ez 12 millió forintra emelkedett. De az már korábban is. Így van. Ez egy megemelkedett összeg volt. Változott a helyi iparűzési adó befizetése, és ugye a katások sem mentesülnek az iparűzési adó fizetése alól. Erről mit kell tudni? A helyi iparűzési adó, ugye ez egy speciális adó, ezt korábban, és most is azt kell mondanom, hogy a helyi önkormányzat állapítja meg rendelettel. Ugye ennek a maximális mértéke 2%. Már a múlt évben megjelent az a kormányrendelet, amely 1%-ra mérsékli az adónak a nagyságát. Az új változás való igaz az, hogy 2021-ben már a helyi önkormányzat helyett az adóhivatalnak kell elektronikus úton benyújtani, és ezzel eleget teszünk a helyi iparűzési adó bevallásának. A március 15-ei és majd a szeptember 15-ei, meg két időpont van, ekkor kell a helyi iparűzési adót megállapítani és befizetni, erre ezek már érvényesek, ezek a csökkentett úgynevezett 1%-os mérték, de itt szeretném hangsúlyozni, hogy ez nem automatizmus, ezt kérni kell, és ennek van egy határideje, ez február 25-e, és egy gondolatot szeretnék még mondani, hogy ez csak és kizárólag a KKV-kra vonatkozik, magyarul mondva a kis- és középvállalkozásokra. Sokan, itt még egy mondatot ki kell még elgészítenem, hogy el ne felejtsem, hogyha egy társaságban 25% vagy azt meghaladó mértékben állam, önkormányzat, tulajdonos, sajnos az már nem KKV, rájuk a 2%-os, tehát vagy az adott helyi iparűzési adó mérték vonatkozik, vagyis 1%-kal ők nem adóznak. A befizetés viszont ugyanarra az önkormányzati számlára történik, mint eddig. Így van. Így van. Mennyiben változtak a munkáltatói járulékok? A munkáltatói járulékok 2020 július 1-ével változtak, korábban ugye ez 17,5% volt, most 15,5%-ra csökkent. Ugye most még van egyfajta ilyen polémia a minimálbérről, a garantált bérminimumról és ezzel. Erről így ebben most új változás nincs, de 2020 július 1-ével 15,5%-ra csökkent. Van még egy igen nagy téma, erről majd lesz egy külön műsor, hiszen túl nagy lélegzetvétel, méghozzá az új családi gazdaságokról szóló
törvény és az ő adózásuk. Mi az, amit említés szintjén érdemes most így az évelején elmondani? Évvégén valamikor úgy november utolsó napjaiban jelent meg a családi gazdaságokról szóló törvény. Én ajánlom majd azokat a Magyar Agrárkamarának a honlapján, a NAV-nak a tájékoztatóját, hogy ez a közel 260-270 ezer őstermelő nézze át, hogy milyen feladataik vannak. Ugye eddig klasszikus értelemben volt egy őstermelő vagy közös őstermelő. Ezek adózási formák. Tehát csak úgy tisztázzuk, SZJL szerinti adózásról beszélünk. Most 2021. január 1-ével megmaradnak az őstermelők. Az őstermelők mellett létrejönnek az úgynevezett őstermelők családi gazdasága, őcségék, próbálom megjegyezni, és lehet alapítani most már családi mezőgazdasági társaságot, CMT-t. Ezek már társasági formák, ez utóbbiakról van szó, ide azok léphetnek be, akik őstermelők, és egymással úgynevezett hozzátartozói láncban vannak. Ez körülbelül azt jelenti, hogy családtag, férj, feleség, rokon, barát nem, testvér léphetnek be. Jelentős adókedvezmény található, míg a korábbi 600 ezer forintos adómentesség az közel 960 ezer forintra emelkedett, az adómentesség pedig az általány adózásnál pedig 10 millió forintra. Együttesen egy családi gazdaság 80 millió forint összegig kedvezményesen adózhat. És akkor még egy témát érintsünk, az illetékváltozást, hiszen ebben is komoly változások történtek még 2020-ban. Igen, ez az illeték, ez egy hosszú történelmi folyamatot vett az elmúlt mondjuk 10 évben. Aki értette és átérezte, hogy egy öröklésnél milyen illetékeket kellett kifizetni, az mindig is ezt valamilyen úton, módon, de úgy doholta, mondta, hogy hát valahogy ez nem elég, jó. Elég fájdalmas. Elég fájdalmas, így van. Ez a 2014-15-ös évben a öröklés illetékét eltörölték, és 2020. július 8-ával a testvérek közötti ajándékozás is, és az öröklés is most már illetékmentes lesz. Egy fontos dolgot szeretnék elmondani, hogy ezeket most már be se kell jelenteni, tehát az adóhivatal részére nincs bejelentési kötelezettség. Egyetlen kivétel van, hogyha földtulajdont, ingatlan ajándékozása történik, akkor viszont a földhivatal részére csak egy bejelentési kötelezettség van. Egyetlen utolsó kérdés, január 11-ét írunk, mi az, amire most ebben a hónapban nagyon oda kell figyelni? Hát a katásunknak január 15-ig nyilatkozni kell, ez nagyon fontos határidő, tehát január 15-ig, ha valaki katás és szerződésben áll egy szervezettel, akkor tájékoztatási kötelezettsége van. A következő az február 25-e, ha valaki ezzel a 2% helyetti 1%-os hipával akar élni, akkor ezt is, ezt a bejelentést meg kell tennie, és az elkövetkező 6 hónapban az őstermelőknél, akik őstermelők családi gazdaságában dolgoznak, nekik is úgynevezett minősítést, ezt a regisztrációt el kell nyerniük, de nekik még van 6 hónapjuk. Minden katásnak kell nyilatkozni, vagy csak azoknak, akiknek a 3 milliót meghaladja? Nem, minden katásnak, akik kapcsolatban áll egy kifizetővel. Kvanc József, nagyon szépen köszönjük, köszönjük, hogy mindezeket szépen megosztotta velünk, szerintem fogunk még találkozni. Köszönöm szépen a beszélgetést. A járványhelyzet az egészségügyi és szociális ellátórendszert és a gazdaságot egyaránt jelentős kihívások elé állította 2020-ban. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 5-ös számú választókerületében is elsősorban a munkahelyek védelmére és a vállalkozások tehermentesítésére kellett nagy hangsúlyt fektetni. Az önkormányzatok a nehézségek ellenére is fejleszthettek, a hazai források révén közel 2,5 milliárd forinthoz jutottak a térség települései. Az egészségügyi intézmények újjászervezésén túl tavaly számos gazdaságvédelmi intézkedésre volt szükség az országban, ahhoz, hogy a lehető legkevesebb ember veszítse el a munkahelyét. A gazdasági visszaesés Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 5-ös számú választókerületében is tetten érhető volt. Korábban stabilan működő vállalkozások álltak le a termeléssel, az önkormányzatok pedig sok esetben nem tudták időben elkezdeni, illetve befejezni beruházásaikat. A térség országgyűlési képviselője összegezte az elmúlt egy év tapasztalatait. A kormányzat megpróbálta ezt úgy kezelni, hogy elsősorban az emberek élete, egészsége, de ugyanakkor a már említett gazdaság fenntartása is fontos szerepet töltött be. Így mentünk el nyár elejéig, ahol már csökkenő tendenciát mutatott, és egy kicsit lehetett lazítani. Sajnos a nyár végén, szeptemberben robbant az úgynevezett második hullám, ami a jelenlegi állapot szerint még veszélyesebb, még agresszívabb ütemben terjed, és azt gondolom, hogy nagyon fontos az intézkedéseket
betartsuk, de azt gondolom, hogy ugyanakkor a kormányzati intézkedések gazdaság fenntartásában gazdaság élénkítő programokat valósított meg, munkahely megtartó programokat, a cégektől vállalt át fizetést, nem kellett a cégeknek befizetni társadalombiztosítási járulékot, tehát minden esetben odafigyelt, ahogy már mondtunk, az emberek egészségének megőrzése mellett a gazdaság működő képességének fenntartásába, a nagyon érzékeny ágazatokban elsősorban a turizmus, illetve a szolgáltatási szektornál jelentkezett az a fajta támogatás. De hát ugye beszélhetünk 44 településről, hiszen az én választókertem 44 települését, az önkormányzatok finanszírozása, beruházása, elcsúsztatása, hiszen van, amikor a vállalkozások hiába vállaltak valamit. Volt olyan idős ember, amit én is tudok, egy ácsmester, aki lenyilatkozta, hogy amíg megyen a vírus, addig ő nem hajlandó dolgozni. Segítünk ilyenkor, hogy tudjunk határidőket módosítani, az élethez kell igazítani, de egyébként a kormány állásfoglalása is az, hogy amennyire a törvényekben, ha betartásával határidőben kérnek segítséget a vállalkozások, az önkormányzatok, akkor természetesen a határidők módosításával is hozzásegítik, ugyanúgy, mint például, hogy ne kelljen tömegesen megjelenünk a hatóságok előtt, bizonyos hatósági igazolványok határidejének lejárt, amit személyigazolvány, jogosítvány, esetleg útlevél vagy forgalmi engedély. Tehát ez is azt gondolom, hogy egy olyan intézkedés csomag, az emberek életét, mindennapi életét könnyíti meg. 2021-ben új Európai Uniós fejlesztési ciklus veszi kezdetét. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye a következő 7 évben várhatóan minden eddiginél nagyobb forrásban részesülhet. Mindez az elmúlt egy évben kialakult válság után még fontosabb tényező lehet, hiszen a települések támogatása mellett a nehéz helyzetbe került ágazatok vállalkozásait is sikerülhet megmenteni. Egy nagyon nehéz esztendő áll mögöttünk, nagyon sok munkával, tanulunk belőle, és megpróbálunk ebből a tanulsággal 21-re ráfordítani, hiszen 21 az meg már egy új költségvetés év, ami nemrégiben voltunk túl, egy miniszterelnök úr túl Brüsszelben ennek a vitáján, egy nagyon nagy összegről van szó, ami most kiegészül még egy 750 milliárd eurós úgynevezett egészségügyi, illetve a Covid miatti gazdasági kiegyenlítéssel. Azt gondolom, hogy nagyon fontos, hiszen ezeket a forrásokat ez az ország várja, ez a forrás jár nekünk. Ez Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében egyetlen egy számot tudunk még, vagy hallottunk még. Az úgynevezett település operatív program, ami eddig az volt a neve, ennek a következő rövidítés a VMOP lesz, és ennek a VMOP-nak az összege az úgy néz ki, hogy a 92 milliárd helyett olyan 150 milliárdra nő. Ebben ugyan benne van Nyíregyháza, a megyei jogú város is, tehát egyben fogjuk most már kezelni a megyei jogú város és a megyei fejlesztéseket, de megpróbálunk olyan kompromisszumot kötni, amelyikben élesen elválasztódik a megyei jogú város szerep és a megye szerep, mert nem vagyunk egymás nélkül, a megye sem tud Nyíregyháza nélkül létezni, de Nyíregyháza sem megyeivel. Itt elsősorban a gazdasági élénkítésre fogunk koncentrálni, illetve nagyon fontos a gazdaságon belül a turisztika, feldolgozóipar feladatait, illetve lehetőségeit vizsgáljuk. Ezen belül én a saját 44 településemről tudok nyilatkozni, egy Szabolcs 05 nevű önkormányzati társulást hoztunk létre, és ez a társulás már túl van az első fordulós tárgyalásokon, ahol igényeket mérünk fel az önkormányzatoknak, hogy ki mit szeretne csinálni. Ebben identitásában is keressük a településeknek a válaszát, hogy mitől alakult ki, milyen jövőképet látnak maguk előtt, milyen SWOT-analízisben erősségük, gyengeségük van, milyen erőforrás térképeket tudnak felrajzolni maguknak, milyen turisztikai attrakciók vannak esetleg. Ezekkel az információkkal próbálunk neki menni a következő fejlesztési időszaknak, hogy egymásra épülve csináljuk olyan fejlesztéseket, ami nem a másik település kárára, hanem egymás kiegészítve tudjuk fejleszteni, nem egymás lábúját tapossuk, hanem egyeztetve, mint ahogy az előző 7 éves ciklusban is nagyon sikeresek voltunk a TOP keretében, hiszen a települések látták, hogy ki mit ad be, és együtt nagyjából eldöntötték. Természetesen voltak olyan helyetek, versenyhelyetek, ami mind a két önkormánynál vagy háromnál jelentkeztek, de tudtak erről, és egymással barátságosan versenyeztek, nem pedig könyökölve, vagy ahogy ismétlem, egymás sarkát taposva vagy lábujját taposva fejlesztettek. Én azt remélem, hogy ez a 44 település a 44 polgármesterrel a jövő 7 éves ciklusában is egyeztetve, koordinálva, egymásra épülve, szinergiába tudja megoldani mindazt a fejlesztési elképzelést, ami akár a gazdaság élénkítés, és ezen
ezen belül ugye, ami a fő prioritás, mi termelés és feldolgozóiparban gondolkodunk, akár pedig a turisztikai szolgáltatás, de emellett a közszolgáltatásokról sem felejtkezünk el, kerékpárutakról, intézményi felújításokról, energiaparkok kialakításáról, tehát van mit csinálni, de büszkén mondom, hogy nem lustálkodtuk el az elmúlt évnek a végét, többször találkoztunk, több fordulóba egyeztettünk a kollégákkal, és azt gondolom, hogy jó irányba haladnak a dolgok, és egy sikeres 21-es év, illetve 7 éves fejlesztési ciklus áll előttünk. A térség települései és civil szervezetei 2020-ban a hazai források lehívásában és felhasználásában is aktívnak bizonyultak. Azt gondolom, hogy arányaiban nagyon szép számot generáltunk. Minden település kapott valamit, hogy így fogalmazzak. A szám az körülbelül olyan 2,1 milliárd forint volt, és ezen felül még számolunk körülbelül 300 millió forintot, amit ugye Magyar Falu programból, de a közúton keresztül valósítottunk meg, mert az állami 4 és 5 személyi útak, amik átmennek a településeken, az is Magyar Falu program keretéből, országos keretből, nem az önkormányzat pályátában, hanem egy dedikált forrásban közúton keresztül valósultak meg. Tehát összesen egy olyan 2,4-2,5 milliárd forint beruházás volt. Minden település a nagyon sürgős elképzeléseit megvalósíthatta belőle. Itt is történt egyeztetés, prioritási során itt sem nagyon versenyeztek, bár volt olyan dolog kerékpárút és temető tekintetében, ahol mondjuk úgy, hogy 120 hémnek 60 keszeg jutott, hiszen több mint kétszeres volt a túljelentkedés, de azt gondolom, hogy mindenki meg van elégedve, de ezeket a polgármestereket kellene megkérdezni, hogy ki hogy látja a Magyar Faluban elért eredményeket. Nagyon jó a civil átlag, az egyházi átlag. Az egyházak 2020-ban több mint 1 milliárdot kaptak különböző forrásokból, nem csak a Magyar Falu programból, hiszen az állam dedikálva is az egyházokon keresztül juttatott, és ezeket a forrásokat is összeszámolva a választókelet egyház kerületei, egyházi csoportjai az több mint 1 milliárd forintos összeggel gazdálkodhattak, kaptak visszanemtérítő támogatást. Horvátország földrengés sújtotta részén segítettek nyíregyházi mesterszakácsok és felszolgálók az elmúlt napokban. A Nyírségi Ízkirályok Egyesületének 4 tagja kelt útra azzal a céllal, hogy az egyik nehéz helyzetbe került település lakosainak és az ott segítő önkénteseknek süssenek, főzzenek. Több mint 1000 adag babgulyással és lapcsánkával látták őket vendégül. Útjuk előtt volt bennük félelem az utórengések miatt, amelyekből ott tartózkodásuk során sem volt hiány. Köszöntöm a stúdióban Szoboszlai Gyulát és Cirákó Istvánt, mindketten mesterszakácsok. Hogyan találta meg önöket ez a szép és nemes feladat? Érdekes dolog, van egy bajai magánmentés barátunk, Csúcsányi Csaba, és ő kérdezte telefonon, hogy figyelj, ma akartak jönni? Tudja, hogy mi sokat járunk ilyen dolgokra, mondtuk természetesen. És hát ott a beszélgetés lényege, utána hívva kértünk, hogy féltek, akkor kedden indulnánk. Volt-e már ehhez hasonló helyzet, amikor gyakorlatilag egy veszélyes terepre kellett kivonulni? Hát, ha a Covid veszélyes, akkor igen, voltunk a kiskolási járványkórházba is főztünk már. Oda is elmentünk főzni, oda is a mentős barátunk segítséggel jöttünk el. Mennyire gyakori, hogy ilyeneket bevállalnak? Amikor a felkérést kapunk és tehetjük, akkor mindig megyünk. Mi az, ami, vagy hogyan finanszírozták azokat az ételeket, amiket ott elkészítettek, ki az, aki ehhez segítséget nyújtott? Nekünk van egy cégünk, egy Annofood Kft-nk, és ő segítsége, és a saját pénzünkből mentünk le. Úgy tudom, hogy segélyszállítmányt és élelmiszeradományt is vittek. Igen, Bajai Város segítsége vettünk, még ki másfél tonna élelmiszert, tartós élelmiszert a rászorulóknak. Hány tagja volt ennek a delegációnak? Ugye 4 emberről beszélünk, de úgy tudom, hogy más szakmákból is azért mentek ki segíteni. Itt 2 mentős kollégával voltunk még kint, mind a 2 mentős kollega, mentünk egy mentorút, meg egy nagy Ford Citroen transporterrel voltunk. Hány napot töltöttek kint? Kint egy napot voltunk csak, ugye egy hajnal 2-kor indultunk Bajáról, és másnap hajnal 2-kor értünk már vissza a helyünkre. István, mennyire volt nyitott erre? Kellett-e gondolkoznia ezen, hogy megy, vagy nem megy? Felkérést általában illik elfogadni. És mivel ez nem az első felkérés volt, egy első szóra. Tehát csak ennyi volt a válasz, hogy mennénk, akkor menjünk. És már holnap. Persze, és akkor lehet pakolni, össze lehet szedni a felszerelést, megtisztítani, bepakolni az autóba, és tessék. Milyen információik voltak arról, hogy mi ott a helyzet? Hát a földrengés önmagáról a híradóban is értesültünk, illetve Csabival folyamatosan tartottuk a kapcsolatot.
és mind kimondták a lehetőséget, hogy indulhatnánk, és hogy mit kellene nekünk ott, mi lenne a szerepünk végül is. Azonnal az igent mondtuk, pakoltunk, és nincs visszaút innentől. Maga a főzés, sütés az ott helyben történt, vagy előkészítették itthon azt, amit szerettek volna megsütni, vagy megfőzni? A zöldséget megtisztítottuk, a húst feldaraboltuk, vákumfóliáztuk, és úgy vittük ki. A főzés kint történt, az teljesen kint történt. Érdekes volt, mert voltak, hogy ugye sziszekarásabban főztünk, volt egy ilyen KTS-szerű része, ott van még KTS, és néztünk az oldalról, megkezdtünk, és 15 perc múlva már főtt a gulyás a nagy edényünkbe. De lehetett tudni előre, hogy hol lesz az a helyszín, ahol maga a főzés meg tud történni? Kaptak hozzá infrastruktúrát, vagy ez hogy történt? Hát igazán csak gázpacot kértünk, vizet kértünk, semmi más nem kértünk, mindent hittünk magunkkal. Odaértünk, az ott volt, és végtelen segítőkész embereket találkoztunk, mert mondtuk, hogy kéne nekünk meleg víz. Ugye mondták, hogy van persze. Ugye hoztak is lagót, de nem volt jó a csapukra, és a csapat is percokat átalakították, hogy nekünk legyen meleg vízünk. És nagyon-nagyon segítőkészen mindenben hozták, amit kértünk, kicsit találtuk már hozták ide fel, szóval végtelenül emberek találkoztunk ott. Milyen állapotok várták önöket, és most nem feltétlenül a főzéshez való infrastruktúrára gondolok, hanem mi az, amit láttak ott a helyszínen? Hát nagyon-nagyon szabad dolgokat láttunk. Ugye ebben a Sziszekvárosában van egy kórház, ahol volt 70 covidos beteg is például, és azon az éjszaka a 70-ből 30-an gépen voltak, és azt is teljesen ki kellett üteni az egész kórházat. Mentünk át Petinyába, és van egy gyönyörű szép négysávos híd, és a hídnak a korlátja, meg a szélsősávból fele hiányzott. Ugye, amikor mentünk odafel, láttuk azt, mondta Csaba, hogy álljon fotózunk, melyiket hozok fotókat, és mondta Csaba, hogy nem kell még. Megérkeztünk Petinyába, és na, azért borzasztó volt. Láttak az... már ehhez foghatót, ehhez hasonlót? Hát a fényképet valaha... nézek, mintha egy bontásra ítélt házról lenne szó, de mikor ez egy egész belvároson keresztül végigmegy, azért ott egy kicsit elgondolkozik, hogy úristen, hát itt mi történhetett? Volt-e akkor aznap utórengés? Éreztek-e földmozgásokat? Igen, mi ugye Sziszekbe főztünk, majd este átmentünk Nebolya város településre, nem város településre, és ott hozzáfogjunk lapcsengát sütni. Az alaj felfolyósodott, ugye sát volt fölöttünk, és eljesszük, hogy mozog a föld. Úgyhogy hát mit csinálunk? Az ember automatikusan megindul kifel a sátorból. Igen, ám, de ott is mozgott a föld. Úgyhogy mentünk vissza, dolgoztunk tovább. És érdekes volt, hogy a helyiek hozzáállása, hogy ők ott voltak, és mondták, hogy nyugi. A magyar mentés, a helyek nyugtatták. Ez a tenger 5,3-es volt, mégis az is kérdezik a sásztól, aki ott volt, egy tűzoltó volt velünk, hogy ez mekkora volt. Hát mondtuk, 4-4-2 körül. Gyorsan azt találtunk, hogy fú, anya volt, egy 4-2-es földrengés volt. És mondták 10 perc, hogy ez 5-3-as volt. Nagyon-nagyon kemény volt. Mentünk odafele, és van olyan település, ahol láttuk, hogy gyönyörű szép házak vannak felépítve. És az utcán 5 méterenként kint van a toj-toj WC. Az udvarra meg utcának ott állnak a két személyes nyári lakókocsik, és abba laktak. Azért most is rágondolom, hogy ez egy borzasztó érzés volt, hogy az emberek az utcán éltek, szó szerint nem vettek benne a saját házukba. És hát nincs borzalmasabb érzés. Kik voltak azok, akik elfogadták, akiknek adták ezeket az ételeket? Ezek meg voltak szervezve, tehát a tűzoltóság is segített, a helyi tűzoltóság is, illetve voltak a helyi szervezetek, akikkel tartottuk a kapcsolatot, és ők csak mondták, hogy hány darab ételt szeretnének, és akkor azt csomagoltuk, tehát még be is csomagoltuk, bedubozoltuk, és ők már csak helyszínre szállították ténylegesen az ételt. Illetve voltak, akik el is jöttek oda, egy páran, akiknek ott helybe is adtunk élelmiszert. Mi volt az az élmény, ami a leginkább megérintette? Ezt a kollégám tudja elmesélni. Hát ezt így nehéz elmondani, de embernek adni, enni. És a nagyomának, egy unokának. Így van. Tehát egy nagymamának, egy unokának enni a 5 nap után, hát. 5 napja nem ettek már? Meleg élelmiszert, igen. Volt már hasonló élményben részük? Nem, ez nagyon durva volt, ez nálunk mindenkinél ott álltunk, ugye hatalom voltunk, ültünk és néztünk ki a fejünkből, hogy nekik ilyen van, és volt ilyen. Ugye az egész tessége kezelni, hogy Petrényi belvárosában élelmiszerbolt van.
ugye a föld tele van bombom, az egész ház le van bontva, és a boltban, hogy a földrengés megmozult a ház, ahogy leesett az áru a földre, a pultjuk elkészítve a hot dog, a pizza, minden volt készítve, az minden úgy volt hagyva. És hogy mi negyedikén volt, ötödikén voltunk kint, abban ember nem volt abban a házban. És azt látni kell, hogy fú, hát ez... Tehát erre a pszichés dologra felkészülni, tehát ott akkor lereagálni és tényleg figyelni mindenre, tehát nagyon nehéz. Milyen gondolatokkal ültek vissza az autóba, amikor elindultak haza? Hát, hogy sokkal jobb adni, mint kapni. Ez abszolút így volt, hogy Isten, mi tudtunk adni, nem nekünk kellett kapni. És ugye jöttünk a kocsa visszafele, nem igazán volt vidámkodás a kocsiban, mindenki ültünk és gondolkodtunk, hogy Isten, mit tehetünk volna még, hogy nem tettünk talán, hogyha szükséges szánkok az idén, meg egyszer ki szeretnénk menni, ugyan szájét még egyszer megnézzük. Éreznek valami változást a saját gondolkodásukban esetleg? Igen, mennyire kérjünk szolgálatot a természetnek. Ez abszolút, abszolút így van. Ugye volt, nem csak az volt, hogy volt a földrengés, és ugye akkor volt egy háromnapos eső előtte, és még picik is árvíz, és nem árvíz, hanem egy ilyen magas belvíz is fognék hozzájuk. Szóval minden verte őket. És ugye eljöttünk onnan, és mondtak, hogy 7 cégetnek 15 centi havat fáltak. Ugye azt kell tudni róla, hogy a házaknak a kéményének nem volt kéménye a háznak, hanem volt vagy egy fólia ráhúzva, vagy ez a lindabb lemez volt rátéve a házra. Hát a fóliát az be fogja szorítani a hó. És érdekes volt, jöttünk hazafele, bementünk Sziszebb a tűzoltóságra, és vittünk tűzoltónak lapcsánkát. Megköszönték, és az első szavak az volt, hogy itt van gyümölcs, vigyenek. Szóval ők kaptak, és rögtön adni akartak. Szóval ez egy tényleg a szőr fel az ember, annyira kemény dolog volt. Gondolom lesz következő is. Márhogy nem földrengés, hanem hát, segítségnyújtás. De ha kell, akkor megyünk, persze. Ciránkó István, Szoboszlai Gyula, gratulálok. Köszönjük szépen. És azt kívánom, hogy minél kevesebb szükség legyen ilyesmire. Igen. Köszönjük szépen, hogy befáradtak a stúdióba. Köszönjük lehetőséget. Köszönjük. Kedves nézőnk, ez volt a 35 perc, tartsanak velünk szerdán is, aznap mások mellett beszámolunk a jótállás és a szavatosság terén évelején életbe lépett változásokkal. Meghallgathatják a Nyíregyházi Állatpark évértékelőjét, és szó lesz arról is, hogy egy új intézmény oldhatja meg a hajléktalanok házi orvosi ellátását a megyeszékhelyen. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!